Ebben a videóban egy napig visszafele fogok csinálni minden. Tehát sétálni, kajálni, vezetni. Mondjuk azt nem tudom, hogy hogy. Nyoink. Úgyhogy remélem, hogy tetszett a videó, hogyha igen, akkor iratkozzatok fel, hogy nem rajtatok le, illetve dobjatok egy lájkot, mert azt nagyon-nagyon szépen megköszönöm. Na jó, azért ennyire nem visszafele. 11 óra 2 perc van, én meg nagyjából este 11 órakor szoktam lefeküdni, úgyhogy... Na várjál! Most esik le, hogy akkor tulajdonképpen a napi rutinomat is visszafele kell csináljam, ergo... Úgy kell tegyek, mintha most feküdnék le. Amit, hogyha megfordítok nektek videóba, akkor tulajdonképpen fel kell. Hát akkor kezdjük is a napot, vagyis hát az estét, mert hogy most vacsora meg ilyen kéne legyen. De édes Istenem! Teljesen hozzászoktunk ahhoz, hogy az életben minden előre halad, és minden, amit csinálunk, annak következménye van. De mi van akkor, ha ma ez fordítva van? Tehát nekem most fürdeni kéne, amit reggel nem szoktam. Nem azért, mert büdösen szeretem, hanem azért, mert én általában reggel vagy tusolok, vagy csak arcot mosok, hogyha nem izzadtam meg éjjel. Engedjük meg, és nézzük meg, hogy feljön a víz. Nagyon kíváncsi leszek, mennyire zavar titeket össze ez a videó, mert én teljesen belebonyolottam. Ugye lefekvés előtt az utolsó dolgom azt szokott lenni, hogy fogatmosok, mint szerintem nagyjából minden ember. És mivel ezt is fordítva csináltam, nem használtam fogkrémet. Picikét furcsa, hogy fel kellett szívja a fogmosás után a fogkeféről a krémet. Kész is! A fürdővíz. Arra meg végképp kíváncsi leszek, hogy ezt ti hogy fogjátok felfogni, vagyis hát egyáltalán értitek, hogy ez egész hogy történik? Mert nyilván nem mágus vagyok, hogy varázsoljak. Szerintem már elég nagyra nőtt a habi fürdés közben, úgyhogy most már kiszáll. Hanem tudatosan próbálok mindent fordítva felvenni, ami baromi nehéz. Na jó, menjünk. Na most én vacsorára általában híg tojást szoktam enni, reménykedve abban, hogy nem ér utol a hígfosás. Ez szörnyű poén volt, Csongi. Azért őszinte leszek, most már nagyon éhes vagyok, csak elég furcsán nézhettek azt, hogy konkrétan két üres tojás van itt, tehát hogy ez lesz a vacsorám, vagyis reggelim, vagyis na, értitek? Az igazi kérdés az, hogy itt fordítva eszek, vagy fordítva vágom be a felvételt, vagy egyik sem. Ezeknek kéne egy ilyen állvány, amiben belerakod, és akkor csak szépen ilyen pici kanállal eszed, csak én eltörtem. És ha azt hittétek, hogy a vacsora csak ennyi, kajálás után meg kell egy kicsit sózni, hogy finomabb legyen. De most a tetejét azt egy picit érdekes lesz visszarakni. Ássuk, hát valahogy így volt, nem? Igen, mert el is kell készíteni, vagyis pontosabban visszakészíteni. Mi van? Na, egész jó lett, csak ne lenne ilyen forró, úgyhogy rakjuk bele a fazékba. Most pedig lehűtjük, hogy visszahelyezzük a tojást az eredeti állapotába. 6 perc alatt vissza is fő, próbáljátok ki. Na, most már elég hideg, úgyhogy megy vissza a helyére, és mi az, ami még hiányzik? Valamit elfelejtettem. Jaj, tudom. Az igen, oké. Okay. Amire elkészítem a vacsorát, általában filmet nézünk mesivel. Na de hogy nézem azt visszafele? Rájöttem, hogy megfordítom vágóprogramba, és utána meg tudom nézni fordítva. Sírok, skacok. Mi? Hazamenni? Olyan, mintha másik nyelven beszélnének. Csávó, visszafele szinte a cigi. Furcsa volt minden autót a fizikát megcáfolva, gurulva látni. Egy kicsikét eszembe jutnak egyébként az új halálos iramba a filmek. Ahhoz nem kell visszafele nézni, hogy ennyire szürreálisnak tűnjön. Az előtte levő dolog, amit szoktam csinálni, ameddig Messi hazaér, az nem más, mint hogy gépezek egy picit, tehát játszok. Mert hát az igazság az, hogy ameddig nincs itthon az asszony, addig nyugodtan lehet játszani, utána viszont hát nem feltétlenül örül. Jelenesek, basszus. És egy nagyon fontos dolog, amit meg szeretnék veletek osztani. Ez de hülyén nézett ki. Szóval az agyam szerintem észrevette, hogy valami nagyon nem okés velem, mert elkezdtem borzasztó álmos és fáradt. Mivel ezeket én este szoktam csinálni, amikor már sötét van, megszokta az agyam, ezért most egyszerűen nem ér. Érti, hogy mi van, ahogy egyébként már lassan én sem, mert elvesztettem a fonalat. Gyertek, mindenkit oda alázok, úgyhogy hátrafele fogok menni. De várjál, nem lehet hátrafele menni? Jaj, akkor úgy kell... Aha! Én azt hittem, hogy lehet tolatni is, de ezek szerint... Jaj! Az! Mi volt az? Láttátok? Jobb vagyok háttal, mint elővel! Hello? Jó, azt szívjuk vissza. Ne! Ne! Annyi a cél, hogy legalább egyszer bejussak a végéig úgy, hogy nem nézem, hogy mi van előttem. Tehát első checkpoint megvan, itt mi van? Ne! Nem. Menjek a tömeg után! Nagyon bezavar, hogy fordítom a skacok, egyszer nem tudom elhinni, mi van. Tehát így tulajdonképpen visszafelé is játszom a játékot, meg háttal is. De mindegy, ennek nincs értelme. Ez lehetetlen. Jó! Meg lesz! Meg lesz! Meg lesz! Milyen másfél órája játszok? Most azon gondolkozok, hogy ha a normális programot nézzük, akkor ugye Messi ilyenkor szokott már közeledni, ergo én is hazaérek, hogy találkozzunk. Írjátok le, hogy itt fordítva van a felvétel, vagy sem. Átöltözés előtt pedig ebédelni szoktam. Úgyhogy jó étvágyat!
Többen nincsen sajt, nézzétek! Hát engem átvehet valaki. Most így szólnék a jövőbeli csongihoz, hogy ne süsse túl a sajtot, mert hogyha sokáig benne hagyjátok az olajba, akkor kiukad és kifolyik a sajt. Közben eszembe jutott, hogy nekem még videót is kéne felvenni, vagyis kaja előtt szoktam ezt csinálni, de most kaja után fogom, ami azért baj, mert Mesi hamarosan hazaér, de én nem várom meg most már, és igen, mondhatnátok, hogy de jó, legalább maradt neki kaja. Mert fordított videó van. Szóval az ebéd végére nem maradt kaja, mert visszakerül a boltba. Igen, jól hallottátok. Beraktam mindent az olajba, hogy lehűtsem. Tegyük szépen vissza, lacskóba is mehet. Még a cipőmet is fordítva vettem, és visszafele mentem a lépcsőn, ami nem volt jó ötlet. Egyezünk meg annyiba, hogy előre sétálok, mert akkor normális videót tudok csinálni. No, várjál! Hátrafele kéne vezessek? Valamint, hogy... Annyira emlékszem a Crestből, hogy tolatni maximum 50 méterig lehet, vagy hát addig legális. Viszont arra nem tér ki a törvény, hogy mi van, ha 50 méter múlva megállsz, majd újra kezded a tolatást, akkor igazából reset előre. Kijátszom a rendszert, nem. Nem szeretném tényleg más testi épségét veszélyeztetni, meg a sajátomét se egyébként, bár hát ez az én videóimnál egy kicsikét ellentmondásos, de mindegy. Itt van nálam minden, nem tudom, visszaveszik-e. Nagyon sietnem kellett, mert messze van, ahol videót szoktam felvenni, és a nap az lassan lefele kacsingatott. De itt van ez a félig megégetett papír. Valaki nem csípte, aztán felgyújtotta. Engem is felgyújthatna. Mi? És ha már mindent visszafele csinálunk, akkor kihasználom, hogy ezt a papírt helyrehozzam, mert én megsajnálom. Egyetlen egy fújásommal vissza fog alakulni. Pontosabban kettővel, tudom, kicsit bénán néz ki, de azért szerintem egész király. Micsoda, varázsló vagyok. Na jó, de ez is nyilván csak effekt, de remélem jól nézett ki. Van egy ilyen gyufás tükk, amit suliskolomban tanultam, most nem mutatom meg, nehogy felgyújtsátok magatokat. Mivel ott a földön van már egy használt gyufa, ezért visszahívom ide, és akkor berakom a helyére. Hú, ez azért még forró, de aki esetleg nem viszi, itt van. Csináltam egyet lassítással is, mert szerintem ezen sokkal-sokkal kivehetőbb. Ja, ezt meg ne vegyétek magatokra, nem nektek szól. Ott van a telefonotokon, nyugodtan vegyetek fel videókat, és utána fordítsátok meg, mert nagyon-nagyon érdekesen néznek ki a dolgok. Van ott is egy frisbee nagyon messze, úgyhogy azt is most ide vonzom. Ez még mindig nagyon jól néz ki, egész este ezzel fog szórakozni. Sőt, spoiler alert, rajtatok is van egy, nem hiszitek? Egy dolgot még nem csináltam ma fordítva. Kitaláljátok, hogy mi az? Pisilni, persze, hát majd megmutatom azt, hogy hogyan jön vissza a... Szerintem valami meghal. Szóval nem beszéltem még fordítva. Nem tudom, ismeritek-e azt, hogy Géza kék az ég? Olvassátok visszafele. Géza kék az ég? Wow! Géza kék az ég. Géza kék az ég. Mennyi mondja van, mi a fél? Most egy mondatot kell visszafele mondjak úgy, hogyha megfordítom a felvételt, akkor ti értsétek. Ez miért hangzik ilyen bonyolultnak? Ketek nízced... Ketek nízt nev... Ketek nízt nev... Ept nemok el... Kotári... El, mint valami spanyol. El... Paradiso. Ketek nízt nedvek... Ept nemok el... Kotári... Írjátok... Le... Komment... Me... Kevden színetek... Remélem sikerült és megértettétek, bár én ezt nem tudom majd csak a vágásnál. Közben rájöttem, hogy van nálam deszka. Na igen, ez még előre sem ment jól, nemhogy hátrafele, viszont egyszer majd szerintem lesz ilyen deszkás túrás videó is, ha belejövök. Bármilyen fura kimondani, így este elindultam a reggeli rutinomhoz. Mondjuk az autómosóban kicsikét érdekes volt az, hogy fordítva használtam a gombokat, mert a végén tele volt habbal az autó, ugyanis az az egyes. De tudjátok mit? Megfordítom a felvételt, és le is jön a hab, nem? Viszont Mesi nagyon nem boldog, mert hát 9:30 van, és még mindig nem vagyok otthon. Nem fog kamúzni, most már nagyon-nagyon fáradt vagyok, tehát tényleg ez a videó, ez nagyon elfárasztott, főleg agyilag. Jó jönne most egy kávé, de a baj az, hogy utána le kéne feküdni. Ez hogy lesz, Csongi? Ezt hogy gondoltad? Halló! Mi a következő? Mármint, hogy... Az előző. Be kell valljak valamit, ami nem jó dolog, és ne kövessétek a példámat, nem szoktam reggelizni. Vagyis, de szoktam, csak... Ennyi. Na most, hogy a kávét is valamilyen szempontból visszafele csináljam, ezért nem a porra fogom ráönteni a forró vizet, hanem már itt van a forró víz, és most erre fogom ráönteni a kávé. És igen, instant kávé, mert egy lusta gesztenye vagyok. Úgyhogy miután felkeltem és arcot mostam, vagy éppen letusoltam, kávé, gép, ötletelés, e-mailezgetés, ilyenek. Csak most valahogy nem tudom beleélni magam. De jót fogok aludni. Egészségetek. A végét meg hát tudjátok, most megyek lefeküdni, vagyis hát ha visszafele nézzük, akkor felkelni. De ha nem haragoztok, ezt már nem veszem fel, mert eléggé nyűgös vagyok. Tetszett a videó, figyelj, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le, illetve egy jó nagy lájkot is megköszönök. Fordítva lehet álmodni?